Itt Szekszádon a Kesélyűsi úton lévő gabonatárolókhoz viszi a terményt ez a kamion. Riportunk készítésekor folyamatosan érkeztek a járművek a közelmúltban létrehozott logisztikai központba. 3 évvel ezelőtt szóltak arról a hírek, hogy a hatalmas tartozások miatt felszámolás alá helyezték a Sikér Malomipari ZRT szekszárdi malmát, majd a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. A társaság felszámolója meghirdette az ingatlant és az azon álló tárolókat, csilókat. A 34 ezer négyzetméteres ingatlan, valamint a malomüzemi gépek irányára akkor 900 millió forint volt. 2 évvel ezelőtt a malmot és a gabonatárolókat megvette a terménykereskedelemmel foglalkozó Magyar Agrárkereskedőház Kft. És kialakított egy logisztikai központot. Az ügyvezető igazgató azt mondja, nem kis feladat várt rájuk, amikor úgy döntöttek, hogy rendbe hozzák a területet és a rajta álló épületeket. A felszámoló sajnos nem gazdája egy ilyennek, úgyhogy a malmot működés közben leállították, minden csőben, minden lukba ott volt még valami, ami berohadt, hát csúnya állapotok voltak, tehát 1 évig csak takarítottunk. A malmot azóta eladták, ám a 2-8000 négyzetméteres gabonatárolókat felújították és jelenleg is használják. Úgy gondoltuk, hogy a tevékenységünket nagyba segíti az, hogyha saját raktárkapacitásunk lesz. A szekszárdi központban maguknak és a környező gazdáknak tárolnak gabonát, és azt Nyugat-Európában értékesítik. Összesen közel 40 ezer tonna terményt tudnak itt raktározni. A cég az elmúlt években kezdte el az úgynevezett durum integrációt, és annak az egyik központjának tennék meg a szekszárdi raktárbázist. Ebbe a tevékenységbe vonnák be a helyi termelőket. Ennek a lényege az, hogy a környező termelőknél szeretnénk előállítani durumbuzát, és azt a nyugat-európai piacokon értékesíteni, de oly módon, hogy végig ellenőrizzük az egész termelést. Tehát a vetésről a betakarításig, és kiállítunk egy olyan bizonyítványt, amely igazoljuk, hogy mindenben a termelés megfelel a rendszer előírásainak. Ennek a munkának a része az, hogy a vetésre az aratásig ellenőrzünk, utána az értékesítésbe folyamatosan hirdetjük azt, hogy a magyar durumbuza az egy kiváló minőségű áru, ebbe segít nekünk a mezőgazdasági minisztérium, velük van egy együttműködési szerződésünk. Az agrárkereskedőház tervei között szerepel még bizonyos folyamatok automatizálása és egy több mint 100 millió forintos beruházás megvalósítása a vasúti közlekedés fejlesztéséért.